Hát sok szeretettel köszöntök mindenkit a 15. Cséhfaraszti Ősborókás falunapon. Hát ugye 3 órakor megkezdenénk a nagyobb színpadi programokat, mert úgy látom, hogy eddig azért olyan elég kellemesen kevesen voltak még itt a falunapon, de bízok benne, hogy most, hogy elindul a színpadi program, és egyre többen fognak majd jönni. Ahogy elmondta a kolléganőm, hogy milyen lehetőségek vannak, én arra kérek mindenkit, hogy használja ki, élvezzük ki ezt a napot. Cséhfaraszt abban a sajátos helyzetben van, hogy azért nálunk a 15. falunap az 15 éve tartó falunap, tehát nem olyan, hogy kimaradt volna akár a Covid miatt tavaly vagy tavaly előtt. Tehát aki Cséhfarasztra eljött, az itt függetlenül bármilyen helyzettől, itt augusztusban faunap van, ahogy most is. Mivel ez egy valamilyen szinte egy évfordulónak tekinthető, ezért egy nagyobb rendezvénnyel készültünk. Gondolom mindenki látja, hogy a színpad is jóval terjedelmesebb, mint a korábbi években volt. Maga ugye a háttérben a LED falakkal is, illetve maga az, hogyha körbenézünk, sokkal több minden programmal szolgálunk. Nehéz időszakon vagyunk túl. Az elmúlt 2 év itt a Covid, a bezártság egy kicsit a kapcsolatokat felszakította, megszakította, de bízok benne, hogy most már ez a nyár már nem a Covidról szól, hanem arról szól, hogy élvezzük a nyarat, élvezzük a jó időt, és élvezzük a programokat, közte a Cséhfaraszti Ősborókás faunapot. Bízok benne, hogy azért mindenki nagyon jól fog érezni magát, a lehetőségek itt adottak, és kívánom, hogy tényleg tartalmas műsort mindenki élvezze ki, és jól szórakozzon, és felejtsen el minden bújt és bajt. Itt vagyunk Cséhfaraszton, és jó szórakozást kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy itt vannak, és legutolsó sorban ne felejtsük el azt a sok szervezőt, aki itt közreműködik abban, hogy önök jól érezzék magukat. Úgyhogy köszönöm az ő munkájukat is, és élvezzék a programunkat, és mindenkinek jó szórakozást kívánok. Egy kicsit változik a dolog, mert egy dologról elfelejkeztem, méghozzá köszöntjük Cséhfaraszt egyetlen és első díszpolgárát, Sári Lajosnét, aki itt van közöttünk, és szeretném a színpadra felhívni. Kérném, akkor nagy tapsal köszöntjük Cséhfaraszt díszpolgárát, Sári Lajosnét közöttünk. Hát nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a falunapon. Nagyon meglepett ez a kis meglepetés, az ajándék. Nagyon örülök, hogy meghívtak és eljöhettem. A gyökereim ide hívnak, ide kötnek. A régi tanítványok, a barátok, a szüleim sírja sajnos már csak. Úgyhogy örülök, hogy itt vagyok, és mindenkit szeretettel köszöntök. Köszönjük szépen, és nagyon jó, hosszú, jó egészséget kívánunk továbbra is. Köszönjük. Szeretettel köszöntöm a kedves vendégeinket. A 15. Ősborókás falunapon is megrendeztük a főzőversenyt. Az idei évben egy kicsit másképpen az önkormányzat biztosította a főzéshez szükséges hús alapanyagot, és 3 tagú zsűri bírálta az elkészített ételeket. Mindenki egységesen sertéshúst kapott, és abból kellett mindenkinek a saját ízlése, gasztronómiai elképzelése alapján összeállítani a ételt. Kérném szépen a zsűri tagokat is, hogy legyenek kedvesek följönni a színpadra. Tehát a zsűri az elbírálás alapján nem tudta, hogy melyik csapat készítette az ételt, mivel csak egy kódszámot kaptak a versenyzők, és ezt a regisztrációs számot látták a zsűri tagjai. A állagot, a felszolgálást, az elkészített ételeknek a megjelenését, az ízét, ezeket a szempontokat vették alapul, és így hozták meg a döntésüket. Elég szoros volt a verseny, nagyon sok finom étel készült, és akkor bemutatnám a zsűri tagjait. Csiló Erzsébet a Tanya Csárda részéről tulajdonos és élelmezésügyi szakember,
Gábor Gyula lángosütő és kürtös kalács készítő mester, illetve kis Sándorné Rozika, Varsolc település testvér településünkről, egy élelmezésügyi szakmunkatárs. Köszönjük az ő munkájukat, és akkor szeretném a színpadra szólítani azt a csapatot, aki 50 pontot ért el, egy brassói apró pecsenyét készített, az ő nevük a brassói csapat. Köszönjük szépen a részvételüket, és gratulálunk nekik. Egy kis ajándékot. Egy ajándék. Akkor legyen mivel még kavargatni. Gratulálok. Tessék majd itt maradni, jó? Csinálunk egy fotót. Ide. Minden résztvevő kap egy jelképes ajándékot, nem csak az első három helyezett. A következő csapat, akit a színpadra szólítok, 60 pontot értek el, és ők egy pörkölt szomszéd módra nevezetű ételt készítettek. A szomszédok csapatát kérném. Gratulálunk nekik. Gratulálunk a szomszédok csapatának. Gratulálok. Köszönjük a részvételt. Gratulálok. Itt az oklevél. A csapatot kérnénk ide háttérbe. A következő csapat, aki 63 pontot ért el, Babos Bogrács Gulyás készített, a Régió SC Cséfharaszt csapata. Gratulálunk nekik. Az a harmadik hely? Negyedik. Jó. Igen, mert ez a liszt, vigaz liszt. Széchenyi Pali bácsi Régió SC vezetésével. Gratulálok! Nagyon szépen köszönjük, Gyuri bácsi! Örülök, hogy itt lehetünk! Gratulálok! Köszönjük szépen! És akkor jöhetnek a dobogósok. A dobogó harmadik fokára sikerült feltornásznia magát, aki 78 pontot ért el, és az ő ételük egy tokány nevezetű étel volt. Ez a szépkorúak csapata, többnyire a cséfaraszti nyugdíjasok tették ki ezt a csapatot. Gratulálunk nekik! Legközelebb az első helyre lehessen mibe főzni majd. Köszönjük szépen! Gratulálok. Köszönjük szépen! Gratulálom, nagyon finom volt az étel. Gratulálunk a részvételt, köszönjük. Hát te még le vagy maradva. És akkor a következő csapat, akit a színpadra szeretnék szólítani, ők a második helyezettek. 79 pontot értek el, mindössze 2 ponttal maradtak le az első helyezettől. Ők egy olyan ételt készítettek, aminek a neve Chimichanga. Ez egy különleges darált hússal töltött étel, nagyon kreatív volt. A Cséfarasz gyermekeiért és ifjúságáért csapat a második helyezett. Kérem, hogy jöjjenek a színpadra. Gratulálunk nekik! Mindegy. A Gutzmark meg a pilóttüzé. Na, akkor gratulálok. Valaki vegy át tőle, ne én cipáljam ezt a nehéz tálat. Hát gratulálunk, és köszönjük szépen. Jó, a főzőversenyen ti voltatok az első jelentkező. 10 méter hosszú, majd szétraboljátok, hogy belegyen mindenkinek. Gratulálok. Gratulálok. Igen, álljatok már majd ide akkor. Itt az a pilóttüzé. Bocsánat, nem az a tiétek. Elnézést. És akkor a győztes csapat, aki mindenkit lefőzött, a csülkös lapocka pölköttet tudta elkészíteni, a Cséfarasz Közrendvédelmi és Polgárőr Egyesület tagjai, kérném a színpadra őket, és gratulálunk neki. Gratulálok! Gratulálok!
Vagy akkor ide is lehet így, és akkor így körbe. Szeretném megköszönni minden résztvevőnek, aki a főzésben részt vett, a szándékát és a részvételét, és külön szeretném megköszönni a zsűri tagjainak, hogy segítségükkel hozzájárultak az elkészített ételek elbírálásához. Én úgy gondolom, hogy egy tapssal köszöntsük a résztvevőket. Köszönjük szépen! Amilyen ruhába látnak most, ez nekünk nagyon nagy megtiszteltetés, ugyanis a polgármester úrnak, Kulis Lajos József úrnak, elnézést kérek, József polgármester úrnak szeretnénk megköszönni, hogy segített minket ahhoz, hogy ilyen szép ruhában léphessünk fel önök elé, és szeretnénk ezt megköszönni a mostani énekünkkel, és tovább is, hogy szépen tudjunk ebben énekelni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönjük. Nem csak én nekem kell köszönni, hanem a Cséfalasz Község Önkormányzatának és a képviselőtestületnek is a ruhát, mert azért ez egy közös költségvetésből van, és örülök, hogy végis jó vásárt csináltunk. Annyit tudok mondani. Köszönöm szépen! Kis menyecske, igazán, igazán bíróhoz ment panaszra, hogy az ura igazán, igazán egy kislánnyal megcsalta. Édes szentem, a réten is az fütyüli csuhajarigó, szerelemből igazán, igazán nem parancsol a bíró. Csak ugyan pirítani nem lehet. Gyönge alán igazán, csak ugyan férhez adni nem lehet. Meg kell kérni, szépen kérni a leánynak az édesanyját. Van-e kedve igazán, csak ugyan hozzá csak ugyan hozzám adni a lányát. Minden anya tejben rajban neveli a fiát, még 20 évekbe sem tölti, katonának hívják. 9 orvos vizitálja, mellette áll édesanyja, mindig csak a sírlogálja, katona a fia. Mindenféle csipke, bokor, hullanja levelét, mindenféle barna kislány siratja kedvesét. Sárga levele van a kukoricának, aranyos neve van a kedves babának, aranyos nevét nem tudom elfelejteni, így jár az, aki igazán tud szeretni. Jaj, 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 annak a leánynak, kinek más faluban van a babája, lám az enyém bélem van egy faluba, még sincs a szívem soha nyugodalomba. Nincsen kedvem babám, mert elvitte a fecske. Valamelyik száraz ágra te
veszed, babám, csak én jussak eszedbe. Felírom a nevem a szép csillagos égre, ha fölnézel, babám, csak én jussak eszedbe. A túrai bíró szülőjébe megérett a rokogó cseresznye, olyan piros, mint a lecsebbent vér, meghalok az első szeretődér. Olyan legény akar hozzám járni, ki az ajtót nem tudja bezárni, megtanulja, lesz még rá ideje, három évig leszek szeretője. Három évig leszek szeretője, azután meg a kedves felesége. Hey, rozmarin, leszakadt rólam az ín, van már régen kedvesem, ki megvarja az ingem. Hey, rezeda, karcsú a lány deveka, ha karcsú is illeti, barna legény szereti. Ha karcsú is illeti, barna legény szereti. Legény vagyok én, erdőmezőn járok én, rajcárom sincsen, elszakadt az ingem. Van egy lyukas nadrágom, folt is rajt 23, ég alatt háló, jobb időkre várok. Megfogtam egy szúnyogot, nagyobb volt egy lónál, kisütöttem a zsírját, több volt egy gyakónál. Aki esztet elviszi, szamarabb a lónál, aki esztet elviszi, szamarabb a lónál. Még azt mondják, nem illik a tánc a magyarnak, nem hanék így cipelőt, bőn a drágot varnak, de sarkantyús csizmának, búcsak tollos főnek, illik gyöngyös pártának, magyar főkötőnek. Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt, úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt. Mulassunk hát egy vagy két óráig, még búcsunkat még ki nem adják itt. Mulassunk búcsunkat egy vagy két óráig, még búcsunkat még ki nem adják itt. Még búcsunkat hamar vége nézzen, szegény regény akármerre mégyen, akármerre fordítja kalapját, szegény regény így éli világát. Akármerre fordítja kalapját, szegény regény így éli világát. Félre tőlem bubánat, bubánat, kacsot vágok utánad, utánad, széles világ csúfjára, csúfjára, megfolytak egy pohárba, pohárba. Ne bánt édes virágom, virágom, hogy így élem, világom, világom, miért te is nem bánom, nem bánom, szívemből azt kívánom, kívánom. Ilyette is nem bánom, nem bánom, szívemből ezt kívánom, kívánom.
quedan a descansar en casa y otros te van a brindar con los amigos. ¡Salud! Después del yugo nos vamos de pachanga, en mi carcacha levanto a mi preciosa y derechito nos vamos al ambiente a gastar suela y a bailar cumbia sabrosa. Porque bailando y bailando la cumbia me fortalezco y me olvido de las penas. Y donde hay ritmo, tambores y cumbia, yo soy feliz bailando con mi morena. Y todo el mundo bailando se divierte. Después del yugo nos vamos de pachanga, en mi carcacha levanto a mi preciosa y derechito nos vamos al ambiente a gastar suela y a bailar cumbia sabrosa. Bailando y bailando la cumbia, me fortalezco y me olvido de las penas. Y doy a ritmo, tambores y cumbia, yo soy feliz bailando con mi morena.